Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez az Oxigén Televízió esti híradója, május 25-én, szerdán. Reagált az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tegnapi Fundamentum iskolai sztrájkra. 250 millió forintból építettek új multifunkciós termet a pannonhalmi apátságban, és édesanyja pincében termesztett drogot egy 24 éves férfi bősárkányban. A részletekkel azonnal jövünk, de előtte mutatjuk kiemelt híreinket. Újra változhat az örökségvédelmi törvény, erről beszélt híradónak Simó Róbert Balázs, országgyűlési képviselő. A törvényt alig egy éve módosították, most mégis korrekcióra van szükség. Gondatlanság miatt alakul ki a szabadtéri tüzek nagy része, erre figyelmeztetnek a tűzoltók. Ahogy közeledik a nyári meleg, egyre óvatosabban kell bánni az olyan hétköznapi dolgokkal is, mint például egy cigarettacsik. Története 12. bajnoki címét gyűjtötte be az Audi Eto Kft. Kedden este. A győri kézilabdások a Ferencvárost 6 góllal múlták felül a döntő második meccsén, így összesítésben 10 góllal nyertek. És egyre melegebb nyári és időre számíthatunk a következő napokban. Adásunk végéjövünk a részletes időjárás jelentéssel. Reagált az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tegnapi Fundamentum iskolai tüntetésre. Mint arról híradónkban is beszámoltunk, a minisztérium több mint egy éve nem utalja el az iskolának a 10 millió forintos normatív támogatást, így a tanárok csak fizetésük harmadát kapják meg, és közüzemi tartozásaik is vannak. Az EMMI azért tagadta meg a pénz utalását, mert az iskolában sikkasztás gyanúja merült fel. Ez az ügyészség szerint azonban nem a fenntartó alapítvány, hanem egy személy ellen indult, aki már nem tagja az egyesületnek. A tárca a Kisalföldnek küldött közleményében azt írta, hogy nem az állami támogatás visszatartásáról van szó, hanem egy közigazgatási hatósági eljárásról, amelyben még nem született jogerős döntés. Az EMMI már meghozta a másodfokú ítéletet, ugyanakkor az akkor válik majd jogerőssé egyben nyilvánossá, ha a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron megye igazgatósága azt közölte az iskolát fenntartó egyesülettel. Újabb törvénymódosítási javaslat került a parlament elé az örökségvédelemmel kapcsolatban. Bár a törvényt 2015 végén módosították, az azóta eltelt tapasztalatok alapján korrigálásokra van szükség, mondta el híradónknak Simó Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A kulturális örökségvédelemről szóló törvényt 2015 végén módosította a parlament, azonban a napokban újabb törvénymódosítási javaslat került az országgyűlés elé. Láthatóvá vált az, hogy kisebb pontosításokra már most szükség van, és éppen ezért az országgyűlés megvitatta egy héttel ezelőtt ezt a törvényt, ami egyébként egészen pontosan 6 törvénynek a módosítását jelenti. Ezek a törvények változhatnak meg, ha az országgyűlés elfogadja a törvénymódosítási javaslatot, ha a parlament a módosítás mellett dönt, akkor a jövőben például büntethető lesz az illegális fémkeresőzés. A törvény egyik legfontosabb módosítása a fémkeresőzésnek a büntethetősége, hiszen sajnos néhányan szinte sportot űztek ebből a tevékenységből, ez azt is jelentette, hogy nagyobb területeket vásároltak meg, ezek magántulajdonba kerültek, és ott szinte ezzel a fémkereső detektorral levadázták az ott a földben rejlő értékeket. A következő időszakban a törvény elfogadása után ez egy büntethető tevékenység lesz, amelyben a rendőrség és a mezőőr szolgálat is bekapcsolható, tehát azonnal helyszínen tudják bírságolni. A módosítás az ország nemzeti emlékhelyeit is érinti. Nagycenket, a Széchenyi István kastélyt és annak teljes környezetét nemzeti emlékhelyé fogjuk nyilvánítani, azért, hiszen Széchenyi István 225 évvel ezelőtt született. Azonban két másik helyszín is előtérbe került, az egyik a Szigetvári vár és környezete, és éppen tegnap a Kulturális Bizottság ülésére érkezett egy módosító, dr. Völner Pál képviselő úrtól, aki pedig az esztergomi bazilika és környezetét javasolja föl ebbe a sorba. A törvénymódosításról a parlament várhatóan két héten belül dönt. 250 millió forintból alakította ki új multifunkciós termet a pannonhalmi főapátságban. Az iskola egykori tornacsarnokának helyén épült meg a helység. A cél egy olyan terem kialakítása volt, ahol az iskola összes tanulója, valamint az oktatók is egyszerre helyet tudnak foglalni. A tervezéskor kiemelt figyelmet fordítottak a megfelelő akusztikára, így akár kisebb kamarazenekari koncertek megrendezésére is alkalmas lehet a terem. A beruházást állami támogatásból finanszírozták. Aláírással fűzte szorosabbra eddig is élő együttműködését az Arabona Polgárőr Egyesület és a Patent Security. A két csoport mostantól Győr biztonságért közösen dolgozik, segítve egymást. A polgárőrök jelenlétüket, míg a hivatásosok szakértelmüket adják a közös munkához.
Szorosabban működik együtt mostantól a Patent Security és az Arabona Polgárőr Egyesület. Az erről szóló szerződést kedden írták alá a felek. Eddig is sokszor együtt dolgoztunk különböző rendezvényeken, viszont ilyen együttműködés még nem volt közöttünk, és most azt tervezzük, hogy ők segítenek nekünk a város különböző részein riasztásokra gyorsabban reagálni. Tehát ők az akár ilyen meghosszabbított fülünk, szemünk lehetnek, ebben várjuk tőlük a segítséget, illetve mi a kiképzésben, az oktatásban, a szaktudásunk átadásában, illetve hogyha úgy adódik, akkor felszerelések vásárlásában tudjuk segíteni őket. A megállapodás célja Győr biztonságának a növelése. A legnagyobb egyesület vagyunk, és a legnagyobb támogatottságát is élvezzük az önkormányzatnak, mint a rendőrségnek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél többet tegyünk a bűnmegelőzésért, a lakosság közbiztonságának érzetének a növelésért. Ezért nagy sikerrel idén sikerült csatlakoznunk egy nagyvárosi bűnmegelőzési programhoz, aminek az egyik alapfeltétel az, hogy még jobban kiépítsük a lakókörnyezetünkben jelentő vagyonvédelmi célkel, illetve társszervekkel való együttműködést. Ennek az egyik apropója az, hogy a patentcsoportot megkerestük és szakmai támogatást kértük tőlük. A patent a megállapodás értelmében anyagi segítséget is nyújt az egyesületnek a működéshez. Édesanyja pincében termesztett drogot egy 24 éves férfi bősárkányban. A rendőrök azután mentek ki a házhoz, miután a szomszédok közül valaki bejelentette, hogy marihuána lehet a pincében. Végül 2 tucat növényt és mintegy 1,5 kg szárított levelet találtak a házban. A rendőrök kábítószer birtoklás miatt állították elő a férfit, aki elismerte, hogy az övé volt a drog, és kiderült az is, hogy az édesanyja nem tudott az ültetvényekről. Emberi gondatlanság miatt alakul ki a szabadtéri tűzesetek nagy része, ezért a katasztrófa védelem a melegebb tavaszi és nyári hónapokban fokozottabb figyelmet kér azoktól, akik tüzet raknak a szabadban. A Győr-Moson-Sopron megyei tűzesetek 1/3 szabadtéri tűz, melyet akár egy eldobott még égő cigaretta csikk is okozhat. A statisztikák szerint évente körülbelül 600-700 tűzesethez riasztják a tűzoltókat Győr-Moson-Sopron megyében. Ennek 1/3 csak a szabadtéren keletkezett tűz. A jó idő beköszöntével a katasztrófavédelem fokozott figyelmet kér azoktól, akik tüzet raknak a szabadban, mivel a nagy baj kis odafigyeléssel sok esetben megelőzhető. Amire kérjük a lakosságot, illetve felhívjuk a lakosság figyelmét, az, hogy ha tüzet gyújt, akár kerti grillezés során, vagy erdőben, hogyha engedélyezett tűzrakó helyen gyújt tüzet, akkor biztosítsa a tűzoltás feltételeit. Itt nem kell túl nagy dolgokra gondolni, de mindenképpen legyen megfelelő mennyiségű oltóvíz, vagy megfelelő kézi szerszámok a helyszínen, akár lapát, akár valamilyen más szerszám, amivel megakadályozható a tűz továbbterjedése, illetve eloltható. Gyakran előfordul, hogy kiskertekben is akár elégetik az ott felgyülemlett hulladékot, és ugye abba is belekap a szél, elviszi, és egy kis parázs is elég ahhoz, hogy az erdőtűz akár kialakuljon. Sokszor egy ártatlannak tűnő mozdulat is nagy bajt okozhat. A száraz meleg időben az eldobott cigarettacsikkekből percek alatt tűz alakulhat ki. A gépjárművekből az utak, műutak, főutak mentén eldobott még égő dohány maradványok, illetve cigaretta végek, amik bizony tüzet okozhatnak, ugye az előbb említett száraz aljnövényzetet begyújthatják, és ezáltal egy nagy kiterjedésű tüzet is okozhatnak. Általában, mikor közutak mentén, illetve vasutak mentén van néhány négyzetméteres avartűz, abból kialakulhat több száz méter hosszan is a vasúti töltésoldalon, illetve az utak töltésén is nagyobb kiterjedésű tűzeset. Tüzet gyújtani pedig csak a kijelölt területeken lehet, a Kisalföldi Erdőgazdaság több tűzrakóhelyet is kialakított a térségben. Szerencsére a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT területén nem nagy mértékű erdőtüzekkel találkozunk, általában ugye az emberi gondatlanság miatt alakul ki, főleg a szárazabb fenyőerdőkben, ahol ugye nagyobb az avarszint, ugye ott jellemző az erdőtűz, illetve ahol a közút közelebb van, ugye ott az autóból kidobott, akár égő cigarettacsik is könnyen okozhat bajt. Fontos, hogy tűzgyújtási tilalom idején a kialakított tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. Kettős győzelemmel szerezte meg 12. bajnoki aranyérmét a győri Audi Eto KC a női kézilabda NB1 2015-16-os sorozatában. A hazai 4 gólos győzelem után a népligeti visszavágót is sikerrel vette a csapat. A végeredmény 27-21 lett az Eto javára, így összesítésben 10 góllal bizonyult jobbnak a győri csapat a címvédővel szemben.
Újabb győzelemmel ünnepelhetett bajnoki címet a győri Audi Eto KC női kézilabda csapat. A Győrben megszerzett 4 gólos előnyt a keddi népligeti visszavágón sikerült a játékosoknak 10-re kerekíteni, miután a döntő visszavágóján 27-21-re győzte le a Ferencváros gárdáját. És az első fél idő az nagyon kemény volt, bár végig vezettünk, talán végig, vagy a fél időben volt X, de a második fél időben nagyon jól szállt a védekezés, kapus teljesítmény, fantasztikus volt, és tudtunk gyors indításgólokat lőni, amivel szerintem a Fradit nagyon megzavartuk, és ezután már feladták. Ezzel a győri játékosok a Magyar Kupa után a Magyar Bajnokságban is az első helyen zárták az évet. A klubtól az idény végén távozó kézilabdázók így aranyéremmel a nyakukban köszönhetnek el a társaiktól. Az ilyen napokat, mint ez, amikor nyerünk és minden jól megy, ezeket szeretem. Ahogy mindig mondtam, az itt töltött idő nagyon jó élmény számomra, és egész életemben jó emlék marad. Azt gondolom, hogy jobb játékos is lettem ezáltal, mert Ambros foglalkozott velem, és a világ legjobb csapatával edzhettem. Úgyhogy természetesen ez nagyon jó érzés. Egy ilyen győzelem után persze szeretnél maradni, de már megvan a szerződésem Norvégiában. A bajnoki cím visszaszerzésében nagy szerepe volt a szakmai stábnak és a szurkolóknak is. A győriek vezetőedzője az aranyérem átvétele után büszke volt mind a csapatra, mind az őket kísérő szurkolókra. Elég ránézni a játékosokra és a szurkolókra, ez mindent elmond. Nagyon boldog vagyok, és nem csak azért, mert egy ilyen csapatnak a vezetője lehetek, hanem a fantasztikus szurkolóink miatt is. Úgy érzem, mindent megérdemeltünk, így együtt. Megérdemeltük, hogy ez újra visszakerüljön hozzánk. A csapatot a hazaérkezés után nagyjából 300 lelkes szurkoló várta az Audi Aréna előtt. A friss bajnokokat a bejáratnál felállított színpadra szólították, ahol énekléssel és hatalmas tapssal fogadták a sportolókat. Az éjszakai konfetti eső és a pezsgő locsolás után a szurkolók pedig már a következő évet, a következő közös utazást várják. Dusev Jan és Natasa megnyerte Lucz Dórával szemben a szétlövést a női K1 200 méteren, így a Graboplasz Győr versenyzői közül elsőként jutott ki a riói olimpiára. A kajakos már a múlt heti duisburgi kvalifikációs versenyen bebiztosította volna az indulást, akkor azonban még egymás ellenében jobbnak bizonyult az Újpest 22 éves versenyzője. Jan is egyébként minden sportág tekintetében az első győri színekben versenyző sportoló, aki biztosan ott lesz Rióban. Rekordnevezést hozott az idei Graboplasz Kajakkenu Maraton Magyar Bajnokság, ahol a felnőtt mezőny mellett a fiatalok több korosztályban mintegy 70 futamban mérhetik össze tudásukat. Az ifi mezőnynek már futni is kellett, a legkisebbek viszont menet közben még nem szálltak ki a hajóból. Izgalmas futamokat hozott az idei Graboplasz Maraton Magyar Bajnokság a kajakkenusok számára, ahol a 18 év alatti versenyzők több korosztályban is összemérhetik tudásukat. Jellemző a mezőny nagyságára, hogy volt olyan évjárat, ahol még a 100-as rajtszámot is ki kellett osztani a szervezőknek, így a gyerekeket 3 csoportra osztották, és mintha a maraton speciális versenynek tekintető a változó körülmények miatt, így 3 bajnokot is avattak. Az, hogy az országban milyen sok helyen folyik magas szintű munka, pedig jól mutatja, hogy a 67 nevező egyesületből nem kevesebb, mint 25 szakosztály aranyérmet is tudott szerezni a hétvégén. Ebből természetesen a házigazdák is kivették a részüket. A Graboplasz Győr versenyzői 3 számban is a legjobbnak bizonyultak. A tavalyi világbajnokság ezüstérmesei, a kenus Takács Mihály, Hajnal Jenő páros idén országos bajnokságot nyert, és nem akart lemaradni az édesanyjától kolozsvári Bruno sem. Csaj Renáta így a partról látható, hogy hozzá hasonló fölénnyel nyer fia az 5 kilométeres versenyben. A harmadik aranyat a szintén kajakos Nagy Gergely szerezte, de emellett további tucatnyi dobogós helyezéssel gyarapodott az amúgy is gazdag érem kollekció. Az edzők azonban hangsúlyozták, nem csak azok a versenyzők érdemelnek dicséretet, akik a mezőny élén végeztek, hanem mindenki, aki a versenytávot maximális odaadással befejezte. Többen egyébként pehés körülmények között beborultak a vízbe, de sokan innen is folytatták a harcot. Őket is a hétvége legnagyobb nyertesei közé sorolhatjuk, hiszen a bajnokok mindig azok lesznek, akik nem adják fel, mert képesek vesztes helyzetből is talpra állni. Kerekesszékes tenisztornát rendeztek Győrben, a rendezvényen több magyar válogatott versenyző is ütőt ragadott. Közülük német Roland számára nagyon fontos volt a torna,
hiszen egy esetleges győzelemmel a világranglistán riói kvótát érő helyre is előre ugorhatott. Egyre nagyobb népszerűsége van Magyarországon is a kerekesszékes teniszezésnek. Maga a sportág nem sokban különbözik a normál tenisztől, a játékosok elmondása alapján csupán a játéksebessége lassabb egy kicsit a megszokottnál. A normál teniszhez képest elég kicsi a különbség, egyetlen egy a különbség az az, hogy nálunk kettőt pattant a labda. Ugye az első pattanásnak annak ugyanúgy, mint a normál teniszbe a megfelelő helyre kell érkezni, tehát a pályán belül. A második pattanás az már kívül is lehet, akár a pályán kívül is, és abból még ugye mi visszaadhatjuk. Igaz, még csak nagyjából 10-20 versenyző van az országban, így még a legnagyobbakkal nem tudjuk nemzetközi szinten felvenni a versenyt. Mégis vannak már olyan eredmények most is, melyekre joggal lehet büszke minden a sportért dolgozó szakember. A magyar játékosok számára az első 10 az még verhetetlennek tűnik, de most is a Farkas László játékosunk megverte a világranglista 30. helyén szereplő játékos Szardinián, Roland is egyre több jó játékos kap el, úgyhogy szépen fejlődünk, és szerintem fognak jönni a győzelmek. Győrbe is eljutott már a sportág, május 13 és 15-e között a Marccal teniszcentrumban. Nemzetközi tornát rendeztek 35 versenyzővel. A viadalon egyébként a riói paralimpia kvalifikációhoz szükséges pontokat is lehet gyűjteni. Magyar részről még német Roland reménykedhet abban, hogy kiusson Brazíliába. Én most a világranglistán 55. vagyok, és igazából olyan 45-be kéne beleérkezni, 10 helyet kéne előrébb robbannom a világranglistán. A torna győzelemmel ez sikerülhet, de ez meg kell nyerni ezt a tornát. A magyar sportoló a tornát győzelemmel zárta, így a parateniszezők világranglistáján felugrott az 51. helyre. Ez még automatikusan így nem jelenti azt, hogy részt vehet az olimpiai játékokon, de továbbra is bízik abban, hogy Rióban is ütőt ragadhat a kerekesszékes teniszezők között. Újra változhat az örökségvédelmi törvény, erről beszélt híradónak Simó Róbert Balázs, országgyűlési képviselő. A törvényt alig egy éve módosították, most mégis korrekcióra van szükség. Gondatlanság miatt alakul ki a szabadtéri tüzek nagy része, erre figyelmeztetnek a tűzoltók. Ahogy közeledik a nyári meleg, egyre óvatosabban kell bánni az olyan hétköznapi dolgokkal is, mint például egy cigarettacsikk. Története 12. bajnoki címét gyűjtötte be az Audi Eto KC kedden este. A győri kézilabdások a Ferencvárost 6 góllal múlták felül a döntő második meccsén, így összesítésben 10 góllal nyertek. Ma este sem maradunk programajánló nélkül, Korrodi Petra már is itt van velünk a stúdióban, és mondja a legjobb lehetőségeket. Szia Petra! Szia és köszöntöm a nézőket! Június közepéig Piliscsében látható a zárt kapuk kiállítás. A fotókiállítás egy tavaly meghirdetett pályázatra érkező művekből a dízelítőt. A Vértes Agórája 2015-ös zárt kapuk nyitott ablakok fotópályázatára többek között egy a piliscsévi pincesorról készült fénykép is érkezett, ezt is meg lehet nézni a Piliscsévi Művelődési Házban. Aztán csoportterápia holnap a Győri Nemzeti Színházban. A darabban 3 férfi és 3 nő érkezik csoportterápiára. Kezdetét veszi az analízis, ám fontos kérdések merülnek fel mindjárt a kezdet kezdetén. Vajon az az orvos, akit annak hiszünk, vagy valaki más? A musical comedy holnap este 7 órakor kezdődik a Győri Nemzeti Színház kisfaludi termében. Aztán már látogatható az első világháborús kiállítás Moson-Magyaróváron a Fehérló Közösségi Házban. Többek között eddig még soha nem látott helyi vonatkozású dokumentumokat vonultat fel a tárlat, amelynek célja, hogy a moson-magyaróvári hősöknek méltó emléket állítson. Most pedig folytassuk a műsort az időjárás jelentéssel. Nem várható eső csütörtökön az előrejelzések szerint északnyugaton. A légmozgás sem élénkül meg. Csütörtökön hajnalban 12, amíg napközben 22 fok lehet. A csütörtök délután is naposan alakul, a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. A csütörtök este is tiszta és csapadékmentes lesz, 14-17 fok lehet a nap végén. Napos lesz a folytatás is északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint, esőre nagyon kicsi az esély. Pénteken reggel és este 13, amíg napközben 26 fok valószínű a prognózisok alapján.
Szombaton is marad a napos idő, reggel és este 14, amíg napközben 26 fok várható. A vasárnap is nyáriasan alakul, a nappali minimum 15, amíg a maximum 28 fok körül valószínű. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták május 25-én szerdán. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak figyelmükre, holnap este 7 órától újra számítunk, akkor jövünk majd friss híradóval. Addig is kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.